Megérkezett a Yellow Bank számla a Raiffeisentől. Yellow, a neked való bankszámla. Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy az összes elődöntős videót megnéztük, mind a 12-t. És most a ti feladatotok az, hogy kiválasszátok ezek közül a 4 legjobbat. Mindössze 4 versenyző juthat tovább a döntőbe. Nagyon nehéz lesz. Nagyon, nagyon nehéz, nekem 5 van. Nem lesünk, hello. Egy kis ötletet nyerek onnan. Az első versenyző, aki nekem kifejezetten tetszett, az a Sütőkarcsi volt, mert egy ilyen igazán jó görbe tükröt mutatott így a roma és magyar emberek viszonyáról, kapcsolatáról. A másodikat azért választottam, mert rendkívül jó tanácsokat ad a fiatal fiúknak, hogy hogyan kell csajozni, hogy hogyan legyenek sikeresek. Ő a Sturi Szergely, őt úgy gondolom, hogy mindenképpen tovább kell juttatni. Harmadiknak az egy olyan videópályázó volt, aki engem nagyon megnevettetett a táncával, és szerintem tök jó hangulatot teremtett itt közöttünk is. Ő pedig a Dinin N. Gamba. Uh-huh. Negyediknek meg úgy gondoltam, hogy egy csoportot fogok választani, akik csak úgy teljesen a saját véleményem alapján nekem nagyon tetszettek, a Timi, Bogi, Amira. Jó, tehát akkor látjuk, hogy ki az a 4 versenyző, akinek Csabi szerint ott van a helye a döntőben. Nini, arra kérlek, hogy most te mondd el, hogy ki a te 4 kedvenced. Nekem azok a versenyzők tetszettek nagyon, akik energetikusak voltak, mosolycsaltak az arcunkra, és látszott, hogy tényleg szeretik, amit csinálnak. És az egyik ilyen volt, aki a táncával tényleg ilyen felvillanyozott, az Dinin N. Gamba volt. Tehát Dinin N. Gambának ez már a második jelölése a döntőbe. A második szempont, ami alapján így néztem a versenyzőket, hogy ilyen önazonosak legyenek, és ez a könnyedség és ez az életszeretet pedig nagyon átjött Oláh Ferencnél és Tepinél. Uh-huh. Őket emiatt választottam, és emiatt Burges Tamás is átment nekem a rostán, uh-huh. Illetve volt még egy nagyon ironikus hölgy, akinek tényleg csípem a humorát, és szerintem abszolút megállja a helyét 2021-ben itt a TikTok versenyen, ő pedig Jónás Dalma. Tehát Nini is kiválasztotta, hogy ki az a 4 versenyző, akinek szerinte mindenképpen ott van a helye a döntőben, és azt látjuk, hogy Dinin N. Gambára már 2 zsűritag is letette a voksát. Barna. Én 2 csoportra bontottam a 4 jelöltemet. Kerestem 2 olyan embert, akik nagyon humorosak, és a humorral járulnak hozzá a TikTok színes világához, és kerestem 2 olyan embert, akiknek a humor mellett van is valamilyen tartalmi plusz. Az első emberem, aki nagyon motivál, és az egészség, a fitség fele tereli a nézőit, az Horváth Balázs. A második ilyen ember, aki szerintem nagyon jól kombinálja a komoly tartalmat a humorral, az Burges Tamás. Uh-huh. Burges Tamásnak már a második szavazata. Aki engem nagyon-nagyon meg tudott lepni, és nagyon felvillanyozott, hogy a tehetsége az túlmutat egy bizonyos zsáneren, és ezért nagyon szeretném tovább vinni, mert nagyon szeretnék még rajta nevetni, az Jónás Dalma. Jónás Dalmának is a második jelölése a döntőbe. Már csak 1 választottad maradt. Igen, ebben a jelöltben van nagyon erős, szerethető faktor, az Oláh Ferenc és Tepi. Akiknek ez megint csak a második jelölése. András, rajtad a világ szeme. Olyas valakit választottam elsőként, aki egészen különleges, mivel 4 lába van és nem beszél, ezzel már szimpatikusabb számomra, mint a legtöbb TikToker. Mindannyian értjük, hogy a kutyáról van szó, László, Adrien és Kutyusa. A második választottam, nem is akarom leplezni, hogy azért, mert amit én gondoltam a TikTokról, azt a legjobban visszaigazolta és a legszebben, hogy ez működhet, hogy újra gondolt egy magyar táncot. Szerintem tisztelettudó volt, de vicces, idézőjeles és közben szórakoztató, hát Dinin nálam is befutó. Dinin N. Gambának van még egy jelölése, hogy bekerüljön a döntőbe. Harmadiknak egy párost választottam, nem azért, mert meglettem említve. Pedig meglettél. Pedig meglettem említve, hanem azért, mert valami nagyon őszinte
szeretet sugárzik a videójukból, meg zenéről szól, vidámságról, egy kicsit ilyen önfelett. Hát a mi kis francia rapper duónkról van szó, Olá Ferenc és Tepi. Akiknek ez már a harmadik jelölésük, hogy bekerülhessenek a döntőbe. Egyedik jelölésem életem egy új korszakát indítja el. Szerintem abszolút nem voltak jók, de a kékruhás lány szingli. És ezért tovább juttatom, és hát ha ezt így magyar lányok, hölgyek eltanulják, hogy ha... Aki szingli, az Andrásnál tovább megy. Igen. Mármint, hogy elmegy mellette de már abban azért, de csak azért, hogy segítsünk neki pár találni, legyen híres, és akár Csabi egy találjon rá, akár... Egy az ízlésünk. Jó, Timi, Bogi és Amirának van még egy jelölése. Hogyha jól látom, akkor két biztos továbbjutónk van eddig. Divin Engamba, akinek három jelölése van, és szintén három jelölése van Ferinek és Tepinek. Ez azt jelenti, hogy még két kiadó helyünk van, el kellene döntenetek, hogy a két biztos továbbjutónk mellett ki legyen az a két TikToker, vagy TikToker páros, vagy trió, akik tovább jutnak. Burgess Tamás és Jónás Dalma a fele csapatnak szimpatikus volt nekünk, mert ugye akinek van ízlése. De nem baj! És ugye Timi, Bogi és Amira is a két szingli csávónak. Meg Andris is más korosztály, és én is, és nézd meg, mind a kettőnknek tetszett. Csabi őszintén rajongott értük, én egy kicsit nem gondoltam ezt ilyen súlyosan komolyan, de hogyha ilyen helyzet áll elő, hogy akkor én ezért inkább magam részéről őket vonnám vissza. Köszönjük szépen, megnyugtattál minket, mert most egy pillanatra kicsit elbizonytalanodtunk. És helyettük kit javasolnál? Az már másnak a problémája. Én a Burgess Tamásban, tehát ebbe, hogy hússuttogó valaki, hússuttogó. Ebbe én még látok. És tehát én mindig azt keresem, hogy ki az, akiben el tudom képzelni, hogy még meg fog lepni, vagy emelni fogja a tétet. És ő jobb volt, mint elsőre, és ez a Dalmára is igaz, hogy még jobbat csinált, mint elsőre. Akkor azokat kellene tovább engedni, akikben van még fantázia. Ha jól látom, össze is állt a négyes. A négy döntősünk tehát Feri és Tepi, Burgess Tamás, Dinin Engamba és Jónás Dalma. Ezeket én választottam konkrétan, ezt a négyet. Akkor a te négyesed nyert. Igen. Nini, hát te vagy látod a jövőt, vagy mindenki. Vagy erőszakos vagyok. Itt a döntőben már irányított feladatokat kell csinálniuk, duetteket kell készíteniük egymással. Nektek még van egy nagyon fontos feladatotok. Ezt a négy továbbjutót párokba kell rendeznetek. Mindenki a saját műfajával duettezzen, az Olátások duettezzenek Dininnel, Burgess Tamás pedig Jónással és Dalmával. Igen, szerintem ez jól hangzik, szerintem igazad van. Így van, egyetértek, ne zavarjuk meg őket itt túlságosan már itt az egyenesbe. András, tudod, mi ez a duett? Tényleg? Tehát ennyire nem lehetek hülye. Képzeld el, ha nem tudnám mi az, hogy duett, akkor is tudnám azt, hogy régen a duett, mikor még fekete-fehér volt a világ, és így telefonáltak az emberek, meg így csináltak a kezükkel, akkor is hát ott két ember csinál, hát hogy válaszolnak. Meg kell csinálni azt a feladatot, amit a másik megcsinál. Hogy képzeled el, hogy történik ez? Hogy képzeled? Én úgy képzelem el, hogy telefonál az ügynököm, hogy ebbe a TikTokosba be kell jönni négyre, és ott kell maradni összeveszés nélkül, addig. Így képzelem, ez nem sikerül. Így képzelem, Nini, és nagyon-nagyon megnehezíted a munkámat ezekkel a kérdésekkel. Jó, bevallom, hogy ijegységemben támadtam, igazából nem tudom, milyen a TikTok duett. Teljesen különbözik a kollástól. Aha, köszönöm. Így most már értem, mehetünk tovább. A műsor fődíjasa a Magyarország TikTokere egy Nova 9-es okostelefont és egy GT3-as okosórát kap a Huawei felajánlásából. Valamint közös posztot készíthet egy vezető influencerrel. Az Index együttműködésében címlapon szerepelhet az Index, a Velvet vagy a Femina oldalán, és szerződési lehetőséget kap az eFactor Agency-től, ahol egy vezető talentmenedzser segíti majd TikTok karrierjét. A Raiffeisen felajánlása 200 ezer forint különdíj Raiffeisen Yellow bankszámlán a fiatal tehetségek támogatására. A közönségdíjas pedig részt vehet az Index Mentor programjában, amelyről bővebben az Index TikTok oldalán tájékozódhattok. Nekünk, mert ugye akinek van ízlése.